Nyíregyháza katonaváros. A 20. század közepéig a nyugati országrészben élők legtöbbje erre gondolt a város nevének hallatán. Az 1869-től helyőrségként működő Nyíregyháza, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye katonai történetéről tartott konferencián Apáti Zoltán, a Magyar Honvédség dandártábornoka nem csak a múltról, hanem a napjainkat érintő legfontosabb feladatokról is beszélt. Jelen pillanatban, hogyha már a modern időkről beszélünk, ugye 2004-et követően, amikor a sorozott hadsereg megszűnt Magyarországon, vagyis felfüggesztésre került a sorkatonai szolgálat, azt követően több mint 10 évig nem volt katonai szervezet Nyíregyházán és Szabolcs megyében, és igazából a területvédelmi alegységek kialakításával tért vissza Nyíregyházára a Magyar Honvédség, amikor 2018. október 1-én megalakításra került a 2. Vitéz Vattai Antal területvédelmi ezred. Ez a jelen pillanatban élő 2 területvédelmi ezrednek az egyike, amely a Dunától keletre elhelyezkedő megyékben a területvédelmi tartalékos zászlójakat vezeti, irányítja. Néhány héttel ezelőtt Nyíregyházán búcsúztatták el ezt a csaknem 140 főt számláló, Irakba vonuló katonai kontingenst. Az egység azért különleges, mert harmada tartalékos katonából áll, ilyen létszámban önkéntesek még nem teljesítettek szolgálatot háborús övezetben. Apáti Zoltán előadásában arról beszélt, ez is a megújított képzési rendszer sikerét mutatja. Mint mondta, 2010-ben kevesebb mint 20 önkéntes tartalékos katona volt az országban, ez már a 11.500-ra emelkedett. A végső cél pedig a 20.000 aktív önkéntes állomány kialakítása. Továbbra is várjuk a tartalékosok jelentkezését, 20.000 fő a céllétszám, tehát a 11.500-hez képest még azért vannak üres beosztásaink, várjuk őket. Én úgy gondolom, hogy olyan kiképzést tudunk számukra biztosítani, ami élményszerű, olyan képességeket tesznek szert, amivel a civil életben is megállják a helyüket, és nagyon sok helyzetben tudják ezt használni. A dandártábornok hozzátette, a Magyar Honvédség jövőre újabb 5 területvédelmi ezredet hoz létre. A már működő nyíregyházi és székesfehérvári helyőrség mellett Szegeden, Szolnokon, Gödöllőn, Győrben és Kaposváron alakítanak ki központokat.